gyertek! Figyelem! Ne! Próba, nem kell oldás. Égszakadás! Földindulás! A szememben egy koppalás, értik? Átszaladunk egy más kurba! Szaladj te is, pajtás! Iha! Nem ügyes vagy, gratulálok! Jó volt! Az ember tragédiája, és ezen keresztül ez az emberke tragédia, és egyetemes globális problémákkal foglalkozik az emberiség örök kérdése, ez bármikor aktuális. Számomra különösen, mert ezelőtt 40 évvel rendeztem az egyetemi színpadon, és akkor ez nagyon nagy siker volt, 3 díjat is nyertünk, szemben időnként visszatér ifjúkori bűneihez. Koppanás, értik? Átszaladunk egy más kórba! Szaladj te is, pajtás! Paródia is, ugyanakkor azonban Madás szellemének a megidézése is, ugyanis minden képet a karinti szövegen belül viszonyítjuk Madács Imréhez is, ez egy érdekes novum lesz ebben az előadásban. Ami! Ó, ez a világ, jaj, te! Gyerekek, ez a világ, de remek! Kami mondta? Sűrítve kapják azt, alig egy órában azt a tömérdek dolgot, ami azért benne van a tragédiában, és én azt hiszem, hogy ez egy bevezető, beavató színházként tekinthető elsősorban a fiatalok számára, és csemegének azoknak, akik a Madácsot ismerik. Akik látták a nagy előadást, mert egy kicsit reflektál a régi harag előadásra is, meg az egyetemi színjátszásra is, és a mi gondolatainkra is. És hát hozzá kell venni Sárosi Endre kiváló zenéjét, ezzel újra összeállt az a csapat, amelyik annak idején az ember tragédiáján is dolgozott, én Sárosival nagy előadásokat csináltam annak idején, és most újra összeálltunk, ez is egy kicsit az Újra lovagolnak az öreg kovbolyok című fejezet.